Ősz első napjaiban járunk, és mint látjátok, eléggé leült a levegő, púcsis időszak van. Alig két napra érkeztünk ide meg Gusztival és Szabival, és igyekszünk minél több kapást kicsikarni ez a rövid időszak alatt. Három fa egy igen nehéz vízfelület. Én több mint 10 éve nem horgáztam itt, illetve Guszt és Szabi még abszolút nem jártak erre. Ezért is nagy kihívás ez számunkra. Most jelenleg a 9-10-es álláson vagyunk, ezt úgy nevezik, hogy a Jurassic Park. A tónak ezen a részén a legsűrűbb a tök. Egy pár perce húztuk be a botjainkat, és bízunk benne, hogy innen a zöld pokolból tudunk nektek mutatni néhány szép halat a hétvége folyamán. Egy órán belül sikerült is megfogni az első három faji halam. Körülbelül 15 kilós tükrös, gyönyörű, érintetlen a szája. Egyszer 24 mm-es wafterszel, scope squid-del sikerült fogni. Alig két nap alatt reméljük, hogy sikerül még néhányat. Megmutatom nektek, hogy milyen végszereléket, illetve előkéket használunk most itt három fán. Kezdem is akkor az előtét zsinortól. Egy vastagabb 60-as monofilt használunk mi. Többen szoktak fonottat, mi most ezt választottuk. Ebbe van direktbe bekötve egy elhagyós ólomklipsz. Ilyen minimum 170-es ólmokat használunk. Viszont, hogyha 200 g fölött van az ólom, akkor egy heavy duty ólomklipszet használunk. Ugye ennél is meg lehet oldani, hogy mindenképp elhagyja az olmot. Ezt úgy lehet megoldani, hogy kevésbé toljuk rá a gumiharangot. Ebbe van belekötve egy quick change forgó, hogy a fárasztás után, vagy frissítéskor csak könnyen kiakasztjuk belőle az előkét, és így gyorsabban meg lehet oldani az egész folyamatot. Előkékből kétfajta verziót használunk. Az egyik az egy fluorokarbon, a másik az egy merevebb vonatos fonodzsinór. Ugye mind a kettőnek az a lényege, hogy merev, elég sok törpeharcsa van. A fluorokarbont azt általában bolyóhoz szoktuk használni, hogyha esetleg még a bezsugorozott horogcsalinkat is megtalálják a törpék, akkor ne csináljanak belőle egy nagy csomót. Másik előke, amit használunk, az a skinlink, ebből is a 35 librás változat. Erre ezt egy slip-d megoldásra megkötve, egy hosszabb csalitüskével, és erre tekerjük fel a két-három szem tigris mogyorot. És erre még egy súlyozott befordítót, illetve egy súlyozott gumiharangot használunk még az előként, biztosan elfeküdjön. Ugye a Dérikhez használt fluorokarbon előke, az egy elég merev előke zsinór, és ezt háromféleképpen lehet kiegyenesíteni, ebben szeretnék egy kicsit segíteni. Az egyik verzió, gőz fölött kiegyenesítjük, és ugye a hőhatására kirúgja magát. Egy másik megoldás, hogy a már megkötött előkét a horognál, illetve a végfülnél megfogva jó erősen ki lehet feszíteni, és így is kiegyenesedik. A harmadik megoldás, az viszont a letekert előkét fogunk közé, illetve a térdünk közé befogva, két ujjal ki lehet egyenesíteni. Ugye itt is gyakorlatilag a hő hatására egyenesedik ki. Ez tulajdonképpen egy árvízvédelmi célokat szolgáló víztározó völgyzárógáttal hozták létre. Rengeteg árvíz volt, mosta a falut, mosta az utakat, és így a zárógáttal szabályozták a Rinya pataknak a folyását. Ugyanis két patak folyik bele, a Malomárok és a Rinya patak a tóba, ezt táplálja. Közel 70 hektárnyi vízfelület van, ennek egy 50-60%-a jelen pillanatban töklevéllel lefedett rész. A töklevél ez egy érdekes növény, hatalmas vastag szárai vannak,
szertágazó gyökérzet. Az ember, mikor bemegy a vízbe mezítlábba, akkor olyan, mintha egy nagy hálón járkálna. A növény felületén rengeteg állat, rengeteg féreg, sok minden megtelepedik, ezáltal rengeteg, nagyon sok természetes tápanyagot nyújt a halaknak. Különösen ezért nehéz a nyári időszakokban a halfogás, mert ugye egy terített asztal van előttük, hogy ilyenkor kevésbé preferálják a horgászok által behelyezett csalikat. A töklevélbe megfogott hal, ez egy külön élményt jelent. Mindig szoktam mondani a horgászoknak, hogy egy nyíltvizes területről, hogyha kihúzzák halat egy 100-150 méterről, nyilván a hal arra megy, amelyre akar. Itt be kell menni a horgásznak csónakkal a vízre, és egy 4-5 méteres zsinór hosszúsággal kell kifárasztani, illetve 3-360-as bottal kell kifárasztani neki a halat, ami 10 perc fárasztás után már az ember érzi, hogy az alkarja az kezd becsomósodni, hát igazi élményt nyújt ugye ez a fajta horgászat. Az mellett, hogy a behordás van, és a halért be kell menni, ez véleményem szerint nagyban megkíméri a halnak a küllemét, a száját, kevésbé sérültnek a halak. Nagyon sok nyíltvizes tavon azt látom, hogy a nagy távolságról való kihúzás, fárasztás következtében halaknak a szája sérül. Nálam védve vannak csak sérült szájú halak. A tó 1960-as évek elején jött létre, nyilván ezáltal is ennek következtében, valamint a terített asztalnak köszönhető, hogy kiemelkedő méretű halakat találunk benne. Ugye 30 fölötti pontyok ezek már nem ritkák nálam, 20 fölöttiből is sokat lehet találni. Az első időszakban, amikor 20 pár évvel ezelőtt átvettem a tónak a működtetését, akkor ilyen 25-30 centis pontyot hoztunk be. Nyilván egyből volt egy csomó kallódás, de mára most már el fogom érni egy-két éven belül, hogy számtalan 20 kg fölötti ponty fog kijönni nyurgából. Hát van 32 kilós, 32,5 kilósom, ami 126 centi, hát ez egy kiemelkedő, ez egy óriási hal. Sugerálom a botjaimat, megpróbálok kapást így elérni. Amikor megérkeztünk reggel, viszonylag hamar a Szabinak sikerült egy ilyen közel 15 kilós tükörpontyot szákba terelni. Viszont Gusztinak is nekem még nem volt kapásom. Arra gondoltam, hogy nagyon szép fordulásokat láttunk, van itt előttünk egy nádfal. Mögötte nagyon ígéretes fordulásokat láttam, és arra gondoltam, hogy egy fordítóval megtöröm ott a zsinort, és beteszem mögé. Viszonylag közel, ahol horgászom, ahhoz vannak a fordulások, de megpróbálom még közelebb tenni a halak szájához, ha lehet ezt így mondani. Itt a zöld pokolban gyakran eredményes, hogyha nem ugyanarra a helyre horgászunk, hanem kicsit egy pár méterrel csak arrébb tesszük a végszereléket. Na hát most ezt próbálom meg az éjszakára, és hát nagyon bízunk benne a fiúkkal, hogy szuper lesz az éjszaka, és nem sokat fogunk aludni, és szebbnél szebb pontyokat tudunk matracra fektetni. Most mind a két botomat lefrissítem, megnézem, hogy minden rendben van-e, illetve a törpeharcsák a bojlit nem rágták-e meg, és megpróbálom egy kicsit arrébb tenni, mint már említettem. Na itt ide, ez a Nádsziget mögé fogom befordítani. Megtöröm a zsinort, szépen csendesen próbálunk bemenni, amennyire lehet a ladikkal. Ha nem változtatnék helyet, akkor nem frissítettem volna le, a tigris magyarót, azt mondjam, abszolút felesleges. Itt egy hátránya van ennek a dolognak, berongyol majd az ágak közé. Jobbra-balra kell a botot mozgatni, úgy lehet a töklevelek alól kipattintani a zsinort. És itt el is akadt, úgy látom. Szabi segít nekem kiszabadítani. A horognak semmi baja, a magyarónak semmi baja. Úgy gondolom, mehet vissza a helyére. Mutatom, hogy körülbelül arra a részre ott láttam sok ugrást, fordulást, úgyhogy arra a részre, arra a tisztásabb részre próbáljunk meg menni. Jó? És ide fogjuk erre a részre, erre a kisebb tisztásra letenni. Ugye ott vannak nagyobb tisztások is, látható. Arra is.
Én inkább azokat a részeket preferálom, ahol kisebb lukak vannak, nem túl nagy a tisztás. Na ez lesz, ahova megpróbálom letenni. Szépen óvatosan belehelyezem a lukba, megpróbálom elemelni. Jó, úgy tűnik, jónak tűnik. Még egyszer, elemelem. Oké. Jó, jönnek is föl a buborékok. Mutatom, a bocspiccével oda tettem le a végszereléket. Két lapáttal ráteszünk, egy, még egy. Jó, és akkor indulhatunk is kifele. Megpróbálom minél magasabban tartani a botot, hogy kevésbé akadjon bele a tökbe a főzsinórom. Én úgy gondolom, hogy ez jó lesz. Délelőtti halam után nem volt kapásunk napközben, viszont naplemente után volt egy 2-3 órás időszak, amikor 4 kapásunk is volt, ebből 2 halat sikerült megfogni. Az első halam az egy amúr volt, 8-10 kg környékén, Tíris Magyaróval sikerült fogni egy nagyobb tisztásról. Ezt viszont egyből vissza kellett engedni, mert közben a másik botomon is kapás volt. Ezt a halat fogom először megmutatni. Ez egy gyönyörű töves. Ezt is 2 szem Tigris Magyaróval sikerült megfogni. Egy hosszabb csali tüskén felkínálva. Kisebb. Elég erőteljesen elindult vele, ami nem feltétlenül szokványos egy ilyen tök leves helyen. Viszont nem ez az egyetlen hal, amit most meg fogunk mutatni nektek. A reggeli órákban csippant egyet a jelzőm, és azon is egy gyönyörű ponty. Alig egy nap leforgása alatt, ez az 5. kapásom és a 4. megfogott halam. Annyit láttunk mindössze egy csippanás után, hogy a bocspicce kirúgta magát. Gyönyörű töves lett az eredménye. Két szem Tigris Magyaróval sikerült megfognom. Jó pár helyen lefűzte magát, viszont sikerült kiszabadítani.
Nagyon örülök neki. Erre a túránkra kétfajta bojlival készültünk, a Kík Ray-jel és a Scopex Squid-del. A Scopex Squid-del sikerült kettő halat is fognunk. Valamennyi bojlit már hetek óta szárítottuk kőkeményre a törpék miatt. Továbbá a hajszálőlökén felkínált bojlinkat zsugorfóliába borítottuk. A biztonság kedvéért tigris mogyoróval is készültünk, és hogy ezt kicsit attraktívabbá tegyük, Scopex Squid sziruppal öntjük nyakon, illetve ezt összekeverjük. A Scopex Squidről ugye azt kell tudni, hogy azért már elég komoly múltra tekint vissza, és a világon a legszebb, legnagyobb halakat fogták vele. Ez eddig eredményesnek bizonyult, és hát bízunk benne, hogy a délutánunk, illetve az utolsó éjszakánk legalább ilyen sikeres lesz, mint az előző éjszakánk, vagy még esetleg egy-két meglepetést tartogat számunkra. A Szabi két hala után nekem is sikerült egy ilyen csodálatos torpedót fognom itt három fán. Nem volt könnyű, mert elég sokszor lefűzte magát. Legalább 10-15 percet szórakoztunk vele, mire sikerült megszákolni. Én nagyon remélem, hogy az amúrokon kívül a pontyok is majd meglátogatják a szerelékemet, illetve a csalimat. Mint látjátok, kisütött a nap, ezért fölkaptam a napszemcsimet, pont azért, hogy tükörvíz van, nem fúj a szél, és a szemüveg kiszűri azokat a csillogásokat, amik zavaróak lehetnek, és mindenképpen jobban látom a túrásokat, illetve a töklevelek hogyan mozognak. Mint tegnap délután már említettem, itt találtam egy ígéretes helyet, Nátszigetek mögé sikerült behúzni a végszerelékemet, megtörve a zsinort. Ez valóban sikeresnek, jónak bizonyult, mert két kapást is az éjszaka folyamán sikerült elérni. Egy halat vesztettem, sajnos az megtépett, viszont egy szép amort sikerült fognom. És most keresek egy másik helyet, egy kicsit arrébb rakom. Itt tigris mogyoró a csalim, viszont azért jöttem be frissíteni, mert reggeli kapkodásba egy kicsit feledékeny voltam, és nem hoztam be olyan előkét, amit szeretnék. Ez három süllyedő tigris mogyoró, viszont megmutatom nektek eljött egy ilyen kibalanszírozott lebegős tigris mogyoró és egy süllyedő kombinációt rakok föl. Ezt azért, mert nagyon nagy az iszap. Most is, amikor fölemeltem, látható volt az ólom, nagyon büdös, fekete iszappal volt tele, és ezért szeretném egy kicsit az ajzaton megemelni a csalimat, talán így könnyebben megtalálják a pontyok. Jó, most ezt az előkét ezt rögzítem vissza a helyére, és most egy olyan helyet próbálok megkeresni majd, amit véleményem szerint nem sokan tudnak meghorgászni. Talán a rafkos, nagyobb testű pontyok megbújnak. Itt, ha oldalt nézitek, itt lehet látni, hogy nagy ágas bogas, gajjakkal tele, sűrű tök borítja ezt a területet. Én bízom benne, hogy ez valami szép halat fog nekem adni. Azért is ilyen csendesek vagyunk, csendesen beszélünk, mert itt minden hallatszik a vizen, a töklevelek, hogy megmozdulnak. Már látható, hogy jobbra-balra a halak kisúrannak a tök alól. Én azokat a helyeket találom ígéretesnek, ahol minél kisebb a tökbe a hely, épp hogy csak egy ilyen
50-60 centi átmérőjű luk, oda szoktam letenni a végszereléket, és nem a nagyobb lukakba. Felcsaliztam a botot, és most megpróbálok egy olyan helyet keresni, ahol vagy halfordulást, vagy tök mozdulást, vagy esetleg túrást, buborékokat, pörsenést látok. Az mindenképpen ígéretes lehet itt az Zöldpokolba, és ehhez kellő csend és nyugalom kell. Itt találtam is egy nagyon jónak tűnő helyet, viszont kockáztatni fogok. Nagyon közel vagyok az akadóhoz, de muszáj kockáztatnom, hogy a kapást szeretnék elérni ilyen rövid idő alatt. Bízom benne, hogy vagy sikerül kifordítani a halat, ha kapást elérek, vagy pedig nem az akadó fele, hanem kifele indul meg a hal. Ahogy említettem, egy elég kicsi lukat próbálok megkeresni, leteszem, elemelem, hát ha van tök gyökér alul, úgy tűnik, hogy nincsen, jónak tűnik, és másodjára már jó is lehet. Elemelem, szépen kifeküdjön az előkén, jó, le is ért, jönnek fel a buborékok, itt is látható, hogy iszap van, mindenképpen úgy gondolom jó megoldás az, hogy kibalanszírozott csalit használok. Etetésnek pedig minimálisat, a rövid horgászat miatt minimális mennyiséget, két ilyen kisebb lapátnyi magyarót viszonylag nagyobb területre fogok szétszórni. Ezzel igyekszem az amúrok támadását kiküszöbölni, elsősorban pontyot szeretnénk fogni. Ennyi, úgy gondolom ennyi bőven elég, és indulhatom kifele. Véget ért a rövid háromfaji horgászatunk. Most az éjszaka folyamán nem sikerült halat fogni sajnos, viszont bízunk benne, hogy hasznos tanácsokkal, infokkal szolgáltunk nektek, illetve azoknak, akik még ilyen vízterületen nem jártak, nem horgáztak. Ha tetszett a videónk, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket a Facebookon és az Instagramon. Most pakolunk, indulunk haza, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!